Ah, úgy nézem, hogy van értékelhető játék is itt a mindjárt. Igen? Sziasztok, srácok! Csinálunk pár videót a magyar YouTube csatornáinkra. Több YouTube csatornánk is van a kriptókról. Csak gondolkodtam, mi ez és hogy hogyan tudunk benne részt venni, és hogy mivel foglalkoztok ti. Szóval 1, 2, 3 és forog is a felvétel. Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Remélem, hogy jól vagytok. Most lehet, hogy Bitcoin szempontjából egy kicsit talán unalmasabb rész fog jönni, de nem maradhat el az új tartalom, már csak azért sem, mert találtam valami nagyon jót. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ezt a projektet velük a berlini expón találkoztam, és ott interjú voltam meg az egyik alapító tulajdonost, és akkor keltette fel a figyelmemet ez a projekt. Természetesen a mai videóban is játékprogramról lesz szó, játékprojektről, méghozzá egy launchpadról, illetve nem is annyira launchpadról, mint egyfajta onboarding felületről, tehát gyakorlatilag ez egy nagyon hasonló platform, mint a Miria vagy a Playable. És hogyha már itt tartunk, akkor szeretnék mutatni valamit a Playable-lal kapcsolatban. Ugye itt 30 valamennyinél tartottunk ezen az áron, amikor csináltam a Playable-ról a videót. Ha nem láttad még, ide belinkelem fölülre, feltétlenül nézd meg. Úgy gondolom, hogy a Playable volt az egyik olyan nagy találmány a Miria mellett, ami hatalmas lehetőséget hordoz már önmagában egyedül is ezen a Bika piacon, tehát ha csak ez az egy projekt lenne is már, szerintem nagyon boldogok lehetnénk az elkövetkezendő másfél évet tekintve, illetve az elkövetkezendő 10 évet tekintve, ugyanis az a videó egy nód vásárlással kapcsolatos volt, és ezek a nódok 10 éven keresztül fogják ezeket a tokeneket termelni. Sokan kérdezitek, hogy mi a különbség, hogyha ugyanakkor értékben vesztek tokent vagy nódot, teljesen más a kettő. Összesen lehet hasonlítani, először is sokkal nagyobb a közösségi összetartó erő, sokkal jobban fogod tudni, hogy mi folyik a projekt körül, mintha csak tokent veszel. Gondolj csak bele, hogy mekkora különbség van, hogyha csak oda teszed a többi token közé, lehet, hogy akár el is felejted, úgymond, tehát akár elfelejtkezel róla hetekre, hónapokra, míg hogyha egy közösségnek vagy a tagja, akkor ott vagy a Discordon, tudsz a bejelentésekről, azt is tudod, ha véletlenül mondjuk veszélybe kerül, és mondjuk inkább el kellene adni a tokenekből, és majd később visszavásárolni, stb. Tehát sokkal-sokkal jobban fogod tudni menedzselni. Arról nem is beszélve, hogy a mentális háttér is teljesen más, tehát hogyha neked 10 évig termeli a tokeneket, akkor nem tudsz idő előtt véletlenül túladni olyan tokeneken, amiket majd még csak éveken keresztül fog kimintálni, és a következő bikás időszakban, a következő bika piacokon is fogsz tudni értékesíteni belőle, ahol meg aztán már lehet, hogy sokkal magasabb lesz az érték ennek a tokennek, ezt nem tudhatjuk előre. És ezen kívül még ugye, hogyha nodot veszel, és főleg, hogyha használod a reflinket, ami a videó alatti leírásban van, akkor különböző extra airdropok, NFT, ajándék NFT, lootboxok, mindenféle plusz dolog jön, amit aztán a piac téren alkalommal jó áron el tudsz adni, tudsz értékesíteni, ami a nodnak teljesen visszahozza sok esetben az árát, és ebben az esetben a tokenek már teljesen ingyen vannak, ha belegondolsz. Tehát, de sorolhatnám egyébként az előnyöket. Ami viszont fontos, hogy ez a videó nem azért készül, hogy nekem valami teljesítési kényszerem lenne, vagy el akarnék adni dolgokat. Persze, hogy el akarok adni dolgokat, tudnod kell, hogy azok a projektek, amikről videót csinálok, nagyon sokszor anyagilag érdekelt vagyok azokban a projektekben. Hogyha tokent mutatok be, nagyon sokszor én már bevásároltam azokba a tokenekbe. Előfordulhatnak ilyenek, mint például ezek a Node videók, ott a referálink után jár nekem jutalom. Tehát ez természetes, hiszen fizetést a YouTube nem küld nekem azért, hogy videókat csinálok. Viszont azt tudnotok kell, hogy ez a csatorna nagyon-nagyon kicsi ahhoz, hogy ez bármilyen piaci hatása legyen egy adott token értékére, vagy bármi, tehát manipulatív ereje nincsen, úgymond. Ennek ellenére a saját döntéseteket nektek kell meghozni a saját portfóliótokkal kapcsolatban. Tehát ne döntsetek egy YouTube videó alapján, én nem vagyok pénzügyi tanácsadó, nem vagyok szakember, egész egyszerűen én csak egy YouTuber vagyok. Ezekbe a projektekbe én is bevásárolok, én is fantáziát látok benne, azért mutatom meg. Ez egy vlog. Úgyhogy olvassátok el, ami itt van a képernyőn, és gondoljatok csak bele abba, hogy milyen veszélyes maga a kriptópiac, és milyen könnyen el lehet
bukni sok-sok pénzt, mint ahogy én is nagyon sok tanulópénz árán tanultam meg, hogy miket lehet, meg miket szabad, meg miket inkább ne csináljon az ember. És próbálok olyan dolgokról csinálni videót, ami előnyt fog hozni, nem pedig hátrányt, de természetesen ez nem csak tőlem függ. Viszont ami fontos, hogy ugye ebbe a videóba, itt a bevezető rész után le fogom vetíteni az interjút, ami készült erről a projektről, tehát maradjatok itt a végéig, mert a tulajdonosnak az interjúját, az egyik tulajdonosnak az interjúját fogjátok látni a videó másik felében, ráadásul tök jó lesz, ugyanis ilyet még nem csináltam, képzeljétek el, hogy mesterséges intelligenciával le lett szinkronizálva az angol interjú magyarra. Úgyhogy ha más nem, akkor azért, hogy egy jót nevessetek, maradjatok itt, mert nagyon furcsa hangom lesz, de nem csak nekem, hanem az interjú alanyaimnak is nagyon vicces hangja van, úgyhogy szerintem szakadni lehet a röhögéstől, úgyhogy már csak a szórakoztató jellege miatt is maradjatok itt a videó végéig. Nagyon a platformról most azért nem akarok beszélni, mármint itt a Metapro-ról, mert az interjú erről szól. Annyit előjáróban elmondanék, hogy itt vannak már működő játékok, ez a piac tere egyébként, amit most láttok, úgyhogy talán ismerős figurákra is lehetek, tehát ez egy olyan játék node gyakorlatilag, aminek itt a lehetőségét meg akarom mutatni nektek, aminek már működő felülete, működő játékai, működő applikációja van, és természetesen le lehet ezeket tölteni a saját gépedre. Itt van, hogy egy node mennyit termel jelen pillanatban, 128 M Pro a Reward, és most 3700 BUSD-be kerül, a BUSD ki lesz vezetve, úgy tudom, hogy a nodok eladása után, mert most már nem sok maradt, 121 nód van vissza, és amikor résznodokat lehet már majd vásárolni, akkor gyakorlatilag azt hiszem, hogy USDT-re fognak átállni, vagy valami hasonló, de egyébként maga a platform az, hogyha itt a marketplace-re átmegyünk, akkor itt láthatjátok, ez a DJ Nyuk-Nyuk is már egy létező játék, hogy látni fogjátok itt a partnereknél, hogy egyrészt itt vannak a játékok, meg a különböző dolgok. Itt van a partnereknél, hogy BNB Chain az egyik partner, tehát BNB láncon van jelen pillanatban, illetve a Polygonra mennek, erről az interjúban is szó van, tehát egy több blokkláncos átfedés van, és ami nekem szerintem kiemelt fontosságú, ez a Hive, amit itt láttok. A Hive az egy nagyon-nagyon fontos partnere a játékfejlesztőknek, ez talán egy külön videót is megérne. És ami még nagyon fontos, hogy ha úgy döntetek, hogy utána néztek ennek a projektnek, akkor menjetek el majd a docs.metaprotocol.com-ra, tehát erre az oldalra, aminek itt láthatjátok a böngészőben a sávját, ugyanis mindent megtaláltok itt, például én most a launchernek, ami az app, amit föltettem a laptopra, annak néztem meg az egyperces videóját arról, hogy hogy kell fölinstalálni, letölteni, fölinstalálni. Tehát az, hogy egy walletot hogy kell fölinstalálni egy ilyen felületen, vagy akármi, ezekről mind videók vannak itt, mind letölthető update-ek, hogy mit kell csinálni a noddal, tehát utána tudtok saját magatok járni ennek. Úgyhogy aztán, hogyha még itt gyorsan átmegyek az applikációra, ez a letöltött applikáció, amit most itt látok, itt ebbe a menübe látjátok, hogy itt lehet játszani a játékokkal, most én egy Mac-en vagyok, egy MacBook Air-en, itt erre ezeket lehet csak letölteni, ugye van látjátok majd a videóban is ezt a tök jó autoversenyzős játékot, van itt ez a Medieval Empires, van a Degen Yuki, van egy-kettő, ami játszható már ezen is, itt a nododat itt tudod majd ebbe a launcherbe nézni, úgyhogy érdemes ezeket megnézni, és akkor nem maradt más hátra, mint előre, nézzétek meg a videót, és hogyha tetszik a Node, akkor meg tudjátok vásárolni itt a reflinkkel, ami a videó alatt van. Jó szórakozást kívánok a videóhoz, és a videó után, hogyha maradt kérdésetek, akkor természetesen dobjátok be kommentbe, vagy keressetek meg Telegramon, szívesen válaszolok rá, ha tudok, ha nem tudok, akkor meg azt is megmondom. A support biztos, hogy mindenre tud válaszolni, a Discordon érdemes ott lenni, mindennel nagyon segítőkészek, úgyhogy jó szórakozást, sziasztok! Egy kicsit kíváncsi vagyok, hogy milyen játékaik vannak, vagy hogy egyáltalán érdemes-e tokenbe, vagy bármibe, csomagba, valamibe befektetni, nem ismerem őket. Azt már látom, hogy van itt nekik. Miket? Tudsz venni hubokat. Ó, hubokat lehet venni, nagyszerű. Nódokat. Oké, tehát nódokat tudunk venni a Metapro-ba. Meglátjuk, hogy
hogy mennyire érdekes. Elég nagy a zaj, remélem, hogy rendesen lehet majd hallani. Megpróbálok közel... Kicsoda? Ah, oké. Okay. Oké. Okay. Ah, úgy nézem, hogy van értékelhető játék is itt a mindjárt. Igen? Sziasztok, srácok! Csinálunk pár videót a magyar YouTube csatornáinkra. Több YouTube csatornánk is van a kriptókról. Csak gondolkodtam, mi ez és hogy hogyan tudunk benne részt venni, és hogy mivel foglalkoztok ti. Igen, őszintén szólva, ez egy nagy ökoszisztéma, amit itt láthatsz. Ugye ez egy indító platform játékokhoz? Igen, ahogy mondod. Több termékünk van. Az egyik az a piacterünk, ahol létrehozhatsz, használhatsz. És el is adhatsz NFT-ket. Ez itt a Launchpad. Itt van néhány Web3 játék, amit letölthetsz. Ebbe a játékba is beépítheted az NFT-hidet. Melyik platformon fut? Vagyis milyen blokkláncon működik? BNB-n vagyunk. BSC-n. Polygon és Ethereum. Szóval ez olyan, mint a hitképző tokenek, vagy hogy működik ez? Szóval ez a megoldás arra, amikor van egy terméked vagy egy játékod, és például azt kiadhatod NFT-ként a piacterünkön. Igen. Szóval bárki, aki például Polygonon készít egy játékot, az a ti platformotokon ezt megteheti. Elindítható a játék a platformotokon, és az emberek játhatnak vele. Pontosan, igen. Ez menő. És milyen izgalmas játékaitok vannak? Mennyire jók és izgalmasak a mai játékok? Ott a saját játékunk, a Degen Yuki, és ezen kívül még 20 van jelenleg a platformunkon. Vannak egész kicsi játékok is, de a lényeg az, hogy nagyon könnyen tudod használni az NFT-idet a játékokban. A Moses Space is jó példa erre. Az egy jól elkészített Web3 játék. Lehet-e befektetni ebbe az ökoszisztémába, vásárolni nódokat vagy hasonlókat? Pontosan, jó informált vagy. Te is tudsz nódokat vásárolni, amiket futtatni kell, és ezáltal tokeneket lehet farmolni. Vagy van egy platformunk is, ahol megvásárolni tudod ezeket. És ezekkel a tokenekkel lehet vásárolni és részt venni a játékba. Ha játszani szeretnél, ezt a tokent kell használnod. Igen. Igazából projektfüggő, az ökoszisztémánkon és a közeljövőben elkészülő termékeinken belül, de igen. Lehetőséged van használni ezt a tokent. Oké. Szerintem én regisztrálok, és teszek egy linket a videóim alá, hogy az emberek tudjanak nódokat vásárolni. Ez így működik. Pontosan. Oké, szóval srácok, a leírásban megtaláljátok a linkeket. És esetleg van infód a tokenomiáról. Nincs, de ismerek egy pasast, aki mindent tud róla gazdaságilag meg ilyenek. Margin. Szia! Szia, Margin! Mi magyar kriptó YouTube csatornáktól vagyunk. Örenek. Épp a projektről kérdeztem. Igen. Meg arról érdeklődtem, hogy a tokenomia hogyan segíti az ökoszisztémát. Hogyan használják? Mire használják? Miért kell nódokat vennünk a Metaprohoz való csatlakozáshoz? Szóval alapvetően a token lesz a fizetőeszköz az ökoszisztémában. Ez lesz a fő funkciója. Tehát az ökoszisztéma összes tranzakcióját a token maga fogja fedezni, és ez teremti meg a legnagyobb hasznosíthatóságot. Másik oldalról pedig úgy alkottuk meg a nódrendszert, hogy keresletet generáljon. Ez lesz az egyetlen valuta, ami a nódokon fut, amikor majd elindulunk. Ez lesz az a token, aminek valószínűleg a 60%-át elégetjük. Szóval ez nagy keresletet fog teremteni a gazdasági szempontból magára a tokenre.
Tényleg te vagy a projekt tulajdonosa? Igen, társalapító vagyok. Igen. Ne, szuper. Ez egy nagyszerű projekt. Szóval elindítottátok már a nódokat és a tokent. Nódot lehet-e már venni? Már használhatóak a tokenek? Nos, még az első körnél tartunk. Úgy gondolom, hogy körülbelül 120 vagy 30 nód maradt, amit meg lehet venni ebből. A token akkor indul, ha ezek elfogytak. Rendben. Várhatóan ez 2024 első negyedévében fog megtörténni. Értem. És mennyibe kerül egy nód, és mit várhatnak a nód tulajdonosok? Például airdropot vagy a token kibocsátás során, mire számíthatnak? Tehát a nódok jutalmai a működési idejétől függenek. Szóval minden attól függ, hogy mennyire menedzseled jól, és mennyi ideig működnek a nódok. Napi 250 ezer token lesz a juttatás, ami aztán szétosztódik a nód operátorok között. Mennyi? 250 ezer. És hány nód van? A csomópontok maximum 15 ezer. Jelenleg körülbelül 1700 darabot értékesítettünk eddig. De tudunk valamit a token indulási áráról? A token ára induláskor 4 dollár cent lesz. Oké, és mely tűrdéken lehet majd kereskedni a tokennel? Valószínűleg dex-szel kezdünk. Még vizsgáljuk, hogy melyik dex-ekre menjünk. Majd még eldöntjük. Azt hiszem, egy új swap lesz. Valószínűleg ezzel kezdünk, de nem biztos. Elsőként az Ethereumon fogunk kezdeni, mert ez megteremti a skálázhatóságot, hogy más rétegekre is átlépjünk, ha szükség van rá. Azt is fontolgatjuk, hogy saját blokkláncot készítsünk. Többféllel tárgyalunk, hogy puhatolózzunk. Első vagy második rétegi megoldásban gondolkodtok. Az optimizés az EK rollup között hezitálunk a poligonon. Értem. Szóval, nagyon köszönöm, és minden jót kívánok neked. Köszönöm.